Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Faddon 17 család vonult önkéntes karanténba, 300 ember ellátásáról gondoskodik a település. Piac helyett Szekszárd 40 pontján árulhatnak majd a helyi termelők. A mezőgazdaságnak is árt a koronavírus, a növényvédőszerek egyik fő forrása eddig Kína volt. Digitális oktatás, nem csak a szülőknek, hanem a tanároknak is nehéz a távoktatás. A folyamatosan változó vírushelyzetben nem lehet pontosan előrelátni, hogy milyen ügyekben kell majd a következő időszakban gyors intézkedéseket hozni, ezért is volt szükség az önkormányzati munka azonnali átalakítására a veszélyhelyzetben. Ezt mondta Ács Rezső Szekszárd polgármestere Kerekasztal című műsorunkban. A polgármester most egy személyben gyakorolja a közgyűlési jogköröket. Az elmúlt hetekben számos intézkedést hozott, ami szinte az egész város életét a vírus elleni küzdelemhez igazította. Szekszárdon Komló után az országban másodikként döntött úgy a polgármester, hogy él a veszélyhelyzet adta jogaival, illetve kötelezettségeivel, és átveszi az irányítást. Ez csak a veszélyhelyzeti döntésekre terjed ki, ezért az éjjel Szekszárd frakció többségi szavazataival lecserélt önkormányzati cégvezetőket a helyükön hagyta. A lakossági tájékoztatást segítő Szekszárdi Vasárnap kiadói jogát viszont a vagyonkezelő KFT-től átvette az önkormányzat, és a városi honlap üzemeltetése is megváltozott. Itt Ács Rezső elmondása szerint az éjjel Szekszárd frakció tagjai cenzúrázták a polgármester megjelenését. A szekszárd.hu-t azt tulajdonképpen elvették tőlem, a jelzőnek a hatáskörébe utalták el, de azzal a feltétellel, hogy nem jelenhet meg velem kapcsolatban, vagy az én tollamból semmi, addig, amíg az ellenzéki többség, egyfős többség tagjai közül valaki ezt nem cenzúrázta. A polgármester részben visszaállította a kabinetet is, ugyanakkor azt mondja, nem igaz, hogy 6 főt visszavett volna, egyetlen főt vett csak vissza, a többiek a hivatal más részlegein dolgoztak, és most is oda vannak beosztva, ott segítik a hivatal munkáját. Az eddig eltelt hetekben többek közt bezárták az óvodákat, bölcsödéket, megoldották a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést, önkéntes programot indítottak a rászorulók és az idősek segítésére, valamint bezárták, majd átszervezték a szekszárdi piacot, hogy így is korlátozzák a járvány terjedését. A polgármester ugyanakkor azt mondja, a város fejlesztése nem állhat meg, ezért ilyen kérdésekben is döntéseket hozott. Minden ilyen folyamatban lévő beruházással kapcsolatban úgy döntöttem, hogy végig fogjuk csinálni ezeket a beruházásokat. Tehát én azt gondolom, hogy gondolni kell arra, hogyha egyszer lezárul az időszak, akkor majd el kell számolni azzal is, hogy mondjuk valamit miért nem csináltunk meg. Tehát a felelősség az nem csak arról szól, hogy akkor menjünk előre bizonyos dolgokban, és akkor a helyzettel kezdjünk valamit, hanem azt, hogyha elszalasztunk lehetőséget, lemondunk pénzről, vagy éppen rosszul döntünk egy beruházás kapcsán, akkor annak a felelősségével bizony el kell számolni majd. Azt még nem lehet megmondani, meddig fog tartani ez az időszak. Az ingyenes parkolást például első körben június végéig engedélyezte a polgármester, de ha szükség lesz rá, meghosszabbítja a díjfizetés nélküli időszakot. Tolna megyében 7 igazolt beteg van, többek között ez derül ki azokból a területi adatokból, ami a kormányzati portálon található. Ezek alapján 525-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A regisztrált 525 fertőzöttből 25% tünetmentes, 35% enyhe tüneteket mutatott, 17 ember van lélegeztetőgépen, 6%-uk pedig intenzív ellátásra szorul, mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kedden 4 idős beteg hunyt el, mindegyikük krónikus betegségben szenvedett, így a halottak száma 20-ra emelkedett. Az elhunytak átlag életkora 73 év, közülük 12 férfi, 8 pedig nő. Még mindig nem veszik elég komolyan az emberek a vírus veszélyt, mondta Barna Györgyi, Tolna vezetőházi orvosa. Megítélése szerint veszélyes lehet, hogy a lakosság nem tartja be a szabályokat és ajánlásokat a húsvéti időszak alatt. Sétálgató beszélgető idősek Tolnán. Nem törődve a veszéllyel keresik egymás társaságát. Annak ellenére, hogy a vírus veszély bejelentésekor többen önként vonultak karanténba, ezek nem voltak komoly elhatározások, mondta Barna Györgyi vezetőházi orvos. Nem tudom, mennyire voltak ezek komoly dolgok, ezek az önkéntes karanténok, hogy valóban beváltották-e a reményt, amit ez kell, hogy jelentsen. Én azt gondolom, a karanténnak
ugye az a lényege, hogy tényleg ne hagyjuk el a lakásunkat. Azért ezek nem így történtek. Barna Györgyi azt mondja, a közelgő húsvét ismét egy próbatétel lesz. Arra számít, az emberek nem tartják majd be a szigorításokat. Félek a húsvéttól, hogy a húsvéti jövésmenés, ami általában jellemző, hogy most vajon ez most meg fog-e valósulni, hogy tényleg az emberek otthon maradnak, és nem jönnek össze, még a családok sem, mert most itt erről van szó. A vezető házigorvos azt mondja, a megítélése szerint komolyabb szigorításokra van szükség ahhoz, hogy az emberek megértsék a helyzet súlyát. Egyértelmű, hogy a kijárási tilalomra lenne szükség, állítja a szakember. Házhoz viszi a melegételt a rászoruló időseknek a Szekszárdi Önkormányzat Szociális Központja. Többen igényelték ezt a szolgáltatást, ugyanis sokan nem tudják másként megoldani az étkezést a jelenlegi járványügyi helyzetben. Tehát mai napon nincs leves, hanem zöldborsó, szárnyas ragú van, petrezselyem és üzse. Ez volt az aznapi menü, amit a rászoruló idősekhez is eljutottak a Szekszárdi Szociális Központ munkatársai. A dolgozók 3 autóval szállítják ki az ebédet annak érdekében, hogy a rászorulók minél előbb hozzájuthassanak az ételhez. Az egyik idős asszony, aki kérte, hogy arcát nem mutassuk, azt mondta, azért igényelte a házhoz szállítást, mert 80 évesen már nem tud magára főzni, és a bevásárlást is nehezen oldja meg. Továbbá tart attól, hogy elkapja a koronavírust. A melegétel házhoz szállítása közel egy hete indult el Szekszárdon. A meghirdetett 70 éven felülieknek az étkeztetése előtt is végeztünk rászorulóknak szociális étkeztetést. Ennek a keretében biztosítjuk múlt hét hétfőtől azoknak a 70 éven felülieknek, akik kérik tőlünk a napi egyszeri melegebédet. Jelenleg a mai napon 230 ebéd kerül kiszállításra. A járvány előtt a szekszárdi intézmény 140 rászorulónak biztosított ingyen ebédet. A most meghirdetett programra az egy hét alatt 90-en jelentkeztek, és továbbra is várják a segítségre szoruló idősek jelentkezését. Szekszárd 40 pontján árulhatnak majd a helyi termelők, jelentette be Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely polgármestere. A városvezető a járványügyi helyzetre való tekintettel döntött a szekszárdi piac bezárásáról és az alternatív árusítóhelyek kijelöléséről. A város a helyiek tájékoztatása érdekében térképet készített az árusítóhelyekről, amit az ígéretek szerint folyamatosan frissítenek majd. Zöldséget, gyümölcsöt, tojást és hüvelyest is árul az egyik termelő, Szekszárdon a Veselényi utca és az Arany János utca kereszteződésében található gyalogátkelőhely előtt. Ez az utcai árusítóhely is szerepel azon a térképen, amit a szekszárdi önkormányzat készített a helyiek tájékoztatása érdekében. Ezen a térképen nem csak azt tüntették fel, hogy a város mely pontjain árulnak helyi termelők, hanem azt is, hogy milyen terméket kínálnak eladásra. A szekszárdi piacot ugyanis be kellett zárni a koronavírus járvány veszélye miatt. A városvezető azt mondta, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, hiszen a szerdán, pénteken és szombaton nyitva levő piac közösségi helyként is funkcionált eddig, ami hiányozni fog a helyieknek. Ebben a helyzetben azonban az egészség védelme mindennél fontosabb, emelte ki Ács Rezső. Nem el kellett hozni ezt a döntést, annak érdekében, hogy aztán későbbiekben újra nyithassuk majd a piacot, és legyen is mi, aki kimegy rá. Ács Rezső azt mondja, eddig 18 közterületi helyszínre adtak ki engedélyt árusítás céljából. A napokban további 21 opcionális árusítópontot jelölnek ki a város különböző pontjain. Ezt úgy tesszük meg, vagy tennénk meg, hogy időben is széthúzzuk, tehát nem csak ezen a 3 napon lennének nyitva, hanem akár minden nap, és azt eldöntheti, hogy délelőtt vagy egész nap lenne nyitva tulajdonképpen, tehát időben is megteremtenék annak a lehetőséget, hogy ne adják át egymásnak a lehetséges fertőzés. A város a helyiek tájékoztatása érdekében térképet készített az árusítóhelyekről, amit az ígéretek szerint folyamatosan frissítenek majd. Faddon is segítik a rászorulókat. Közel 300 ember étkeztetését oldják meg helyi szinten, ehhez külön forrasztógépet is vásároltak. A helyi gondozási központ munkatársai tartják a kapcsolatot az idősekkel, az ellátásra szorulókkal és az önkéntesekkel. A településen eddig összesen 17 család vonult önkéntes karanténba. Ráírom a nevet, és hogy ezzel nyugodt, hogy nem csaló megy hozzájuk, hanem az önkormányzattól kirendelt ember. Faddon 20 önkéntes jelentkezett, hogy bevásároljon, gyógyszereket váltson ki a helyi idősebb korosztály tagjainak. Kitűzőiket a faddi gondozási központnál állították ki, figyelve arra, hogy ne legyenek hamisíthatóak.
illetve a központ dolgozói előzetesen értesítik az időseket az önkéntes érkezéséről, ezzel is próbálják kizárni az esetleges csalás esélyét. A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan az egyik ismert információ, hogy az idősek körében nagyobb az esélye a fertőzés súlyos szövődményeinek és vagy a halálnak. Ezért ezek az intézkedések mind azért vannak, hogy a koronavírus terjedését lassítsák, hívta fel a figyelmet Fülöp János polgármester. Körülbelül 200 egyedülálló időst kerestünk föl, személyes megkereséssel nyilatkoztató őket, kérnek-e valamilyen segítséget. Utána megszerveztük, 17 család került első körben önkéntes karanténba, ebből mostanra 3 maradt, a többieknek kifutott a karantén. Hál' Istennek diagnosztizált betegünk még nincs. A gulyásleves tartalmazó műanyag tégely tetejére fóliát rögzítenek a Faddi konyhán. Közel 300 lakos napi étkezését oldják meg helyi szinten. Ehhez külön forrasztógépet is vásároltak, ezzel is betartva a higiéniás szabályokat. Megtiltották ugye az ebéd személyes kihordását a konyháról, tehát meg kell szervezünk 140 diáknak, viszünk ki melegételt, és körülbelül 120 idősnek. Ezt sikerült szintén úgy néz ki zökkenőmentesen megoldanunk. Az óvodánk gyermekmegőrző szinten működik, gyakorlatilag 6-8-10 gyermek van, tehát ezt ellátjuk. Megközelítőleg több mint 4000-en laknak Faddon. Beslések szerint 10%-uk igényli a napi melegételt. A magyarországi infokommunikációs szolgáltatók az átlagosnál jóval nagyobb mértékű internet és telefon használatot mérnek, mióta a járvány miatt megnövekedett az otthon dolgozók, tanulók, oktatók száma, írja a Magyar Nemzet. Kiugróan magas az emelkedés a vezetékes hívások terén. A cégek jelezték, hogy felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, folyamatosan vizsgálják, szükséges-e a kapacitás növelés, indokolt esetben pedig lépnek az igények minél teljesebb körű kiszolgálásáért. Megsokszorozódott a sávszélesség bővítés iránti érdeklődés, több vállalat élt már ezzel a lehetőséggel az otthoni munka támogatásához. A home office, a diákok távoktatása és az otthoni szórakozás miatt megugrott az internet használat, ezért időnként lassabb az adatok le- és feltöltése. A mezőgazdászok dolgát is megnehezíti a koronavírus járvány, ezt mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. A növényvédő és a csávázó szerek nagy része ugyanis Kínából érkezett eddig Magyarországra. Most viszont gondok lehetnek a már bevált anyagok utánpótlásával. Ráadásul vendégedit szerint a felvásárlási árak is estek az elmúlt hetekben. Már zajlanak a tavaszi mezőgazdasági munkák, vetőmagból bőven van a raktárokban, és a hazai műtrágyagyárak is folyamatosan termelnek. Ezekből az alapanyagokból tehát biztosan nem lesz hiány, ezt mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. A később esedékes növényvédelem és a csávázószerek esetében viszont már gondot okozhat a koronavírus a szakértő szerint. Nagyon sokan használnak kínai alapanyagokat, és ezek az alapanyagok ugye most érthető módon nem állnak olyan mennyiségben rendelkezésre, ahogy az igazság szerint szükséges lenne, úgyhogy lehet, hogy itt egy kicsit a választék csökkenést fognak tapasztalni, vagy tapasztalhatnak majd a gazdák, de Kínában ugye már mondják, hogy lecsengőben van a járvány, tehát azért bízunk benne, hogy itt a szállítások is meg fognak indulni. Nem csak a kínai alapanyagok miatt okoz gondot a mezőgazdaságnak a koronavírus járvány. További probléma a gazdáknak az is, hogy a felvásárlási árakat ideiglenesen lenyomta a vírus terjedése. Pár hét ezelőtt, amikor berobbant úgymond a vírus a köztudatba, akkor elkezdtek lefele süllyedni a terményárak, de ezek most már megálltak, és bízunk abban, hogy itt nem lesznek jelentős törések, és a gazdálkodók a megfelelő profitot, jövedelmet fogják realizálni. A koronavírus járvány Magyarországon még hónapokig tarthat. A miniszterelnökséget vezető miniszter néhány napja arról beszélt, hogy a számítások szerint a tetőzés június-júliusra várható. Nem a szülők dolga a tanítás, állítja Herczig Lászlóné, a Tolnai Vosinszki Általános Iskola intézmény vezetője. Azt mondja, a pedagógusok számára is nehéz a távoktatás, mert hiányzik a személyes kapcsolat, és jelentős többletmunkát igényel a felkészülés. Ám megítélése szerint nem várható el a szülőktől, hogy helyettesítsék a tanárokat.
Számtalan módszer van egy pedagógus kezében arra, hogy elsajátítassa a gyerekekkel a tananyagot. Értelemszerűen ez nincs meg a szülőknél. Éppen ezért nem is helyettesíthetik a jelenlegi helyzetben sem a tanárokat, mondja a Vasinszky iskola vezetője. De senki ne gondolja azt, hogy mi azt várjuk a szülőktől, hogy ők tanítsák meg helyettünk azt, amit nekünk kellett volna, inkább azt gondoljuk, hogy próbálják meg a gyereket rávezetni a feladatok alapján arra, hogy azokat a digitális feladatokat, amelyeket megkapnak, az hogyan lehet gyakorlatilag megoldani. Tolnán 6 feladatellátási hely működik, mindenhol az adott osztályra és nevelőtestületre szabva, milyen távoktatási módszert alkalmaznak. Gyakorlatilag a 740 gyerek közül körülbelül 720-szal pontosan tudjuk napi szinten tartani a kapcsolatot. Azoknak a gyermekeknek az esetében, ahol ezt nem sikerült elérni, ott papír alapon történik meg heti egyszeri alkalommal a feladatok kiadása, illetve rá egy hétre a gyerekek visszahozzák a megoldott feladatokat, és azt szerint értékelik a nevelők. Az egészen biztos, hogy ha vége lesz ennek a járványnak, azzal kell kezdeni, hogy a tanároknak fel kell mérni, ki hol tart, és a legfontosabb feladat a felzárkóztatás lesz. Majd innen kell folytatni a munkát, mondja az iskola igazgatója. Megkezdődött az óvodai beiratások ideje. A veszélyhelyzet miatt az egész országban, így Pakson is elektronikusan vagy telefonon lehet beiratni a gyermekeket a következő napokban a választott óvodákba. A koronavírus terjedése okán kihirdetett vészhelyzet miatt a 2020-21-es nevelési évre történő óvodai beiratás rendje megváltozott. Pakson az önkormányzat által fenntartott óvodák esetében a szülőnek 2020. április 2-a és 17-e között elektronikus úton vagy telefonon jeleznie kell beiratási szándékát az általa választott óvodában. Erről sajtótájékoztatón beszélt a város polgármestere. A nyilatkozat megtételét követően az óvodák felveszik a kapcsolatot a szülőkkel a beíratni kívánt gyermek adatainak egyeztetése céljából. A szándék nyilatkozat letölthető Paks honlapjáról. Azok a gyermekek, akiknek a szülei nem jelezték a beíratási szándéknyilatkozatot, az ők esetében a gyermekeket ezek a tagintézmények a kötelező felvétel biztosító óvodák veszik fel a gyermekeiket a szabad helyeik függvényében. Az önkormányzati fenntartású óvodák április 30-áig hoznak döntést a felvételről, és erről írásban értesítik a szülőket. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Nehéz év vár a gazdákra, veszélyben a gabona export. Könnyen érthető kommunikáció, értelmi fogyatékosoknak a koronavírusról. Ittasan gyermekeik szeme láttára akartak lopni, akár 15 év szabadságvesztést is kaphatnak. Aggódnak a somogyi gazdák, a vírus terjedése miatt nehéz évre számítanak. Egyelőre bizonytalan, hogy sikerül-e kiszállítani a szerződött külföldi partnerek felé a kukoricát és a gabonát. Hiába kötöttek szerződést olasz és horvát partnerekkel, nincs fuvarozó, aki elszállítsa a terményt. Így félő, hogy az őszi vetések is veszélybe kerülhetnek, ha addig a gabona a tárolókban marad. A 4 tároló közül csak ez az egy ad ilyen kongó hangot. Ez jelenti azt, hogy üres. A másik 3 is szinte teljesen tele van még ennek a látrányi gazdálkodónak a telepén. Kukoricából szerződtünk 1200 tonnát, abból körülbelül leadtunk a 680-at, és még itt van belőle egy olyan körülbelül fele 600. És mi a helyzet a búzával? A búzával sokkal rosszabb a helyzet, abból még itt van körülbelül 1000 tonna körüli mennyiség. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy a megmaradt gabonát mikor sikerül eljuttatni Olaszországba, illetve Horvátországba, hiszen a koronavírus járvány miatt ezekbe az országokba most gyakorlatilag nincs szállítás. Befolyásolja a kifelé szállítást, és mivel külföldre adtuk el nagy részét az árunak, ezért most sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy nincs kifelé szállítás. Ha nem lesz egy az aratásig vagy a betakarításig, akkor nagyon nagy gondokba leszünk. A kiskertekben, kis családi gazdaságokban is megkezdték már a tavaszi ültetéseket. Bár a járvány a munkát egyelőre nem akadályozza, a vetőmagok beszerzésénél már voltak fennakadások. A
hagyma, sárgarépa, petrezselyem el van rakva, a burgonyát raknánk a jövő héten, de még a felevető mag nem érkezett meg. Honnan várjátok? Hollandiából, de csúszott a szállítás egy kicsit. A gazdák szerint a koronavírus járvány miatt most minden eddiginél fontosabb lesz, hogy az emberek magyar termelőtől magyar árut vásároljanak, ezzel is segítve a mezőgazdaság talpon maradását. Könnyen érthető kommunikációs módszerrel igyekeznek eljuttatni az alapvető információkat az értelmi fogyatékos emberekhez az éfolyész munkatársai. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tudnivalókat főként írott formában jelentetik meg honlapjukon, de a napokban terveznek kiadni egy szabályzatot, ami a szóbeli kommunikációra vonatkozik. Ezt többek között az egészségügyi dolgozóknak szánják, hogy könnyebben megértessék és elfogadtassák magukat az értelmi fogyatékos emberekkel. Kevesen gondolnak bele, hogy mennyire nehéz lehet az értelmi sérült embereknek megérteni, vagy velük megértetni a napi eseményeket. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ezért úgynevezett könnyen érthető kommunikációs módszerrel igyekszik eljuttatni az alapvető információkat az értelmi fogyatékosokhoz és a megértési nehézséggel élőkhöz. Nagyon egyszerű hétköznapi szavakkal, jól tagoltan, egyszerre viszonylag kevés információt megosztva, képekkel illusztrálva próbáljuk meg lefordítani azokat a bonyolult gondolatokat, szabályrendszereket, amelyekkel kapcsolatban mi gyakran egyébként nehézségekbe ütközünk. Az éfolyész Baranya megyei szervezete is megpróbálja a lehető legtöbb érintetthez eljuttatni a könnyen érthető kommunikációs módszert. Ezen kívül minden megyei szervezetnél működik az önálló életviteli centrum, ahol jelenleg is mindennapos ügyeletet tartanak. Ma még csak két nap telt el a hétből, és már hárman telefonáltak. Hát ugye van, aki aggódik, van, aki csak szeretne pár szót, biztató szót kapni. A szülők közül többen érdeklődnek, hogy vajon milyen lehetőségük lesz, hogyha elhúzódik ez a karantén, és nem tudnak menni dolgozni, akkor esetleg a jövőben milyen lehetőségük lesz az otthonmaradással. Hát ugye hiába felnőtt az értelmi fogyatékkal élő, azért egyedül nem lehet otthon hagyni. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban az írásos anyagokon van a fő hangsúly, de az éfolyész a napokban tervez kiadni egy szabályzatot, mely a szóbeli kommunikációra vonatkozik. Ezt többek között az egészségügyi dolgozóknak szánják, hogy megértessék és elfogadtassák magukat az értelmi fogyatékos emberekkel. Rokkant nyugdíjas férfit próbált meg kirabolni az a pár, aki ellen most emelt vádat a pécsi ügyészség. Az elkövetők a sértett pénztárcáját akarták ellopni, miközben a buszon utaztak ittas állapotban. Egy megállóban a férfit kilökték a járműből, majd dulakodni kezdtek. Eközben a pár két kiskorú gyermeke a buszon maradt. Cselekményük a rablás minősített esete, valamint kiskorú veszélyeztetése, akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik őket. A pécsi járási ügyészség rablás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy párral szemben, akik Pécset egy helyjárató autóbuszon próbáltak kirabolni egy idős sértettet. A férfi és élettársa 2019. decemberében a déli órákban ittas állapotban utazott Pécset egy helyjárató buszon, két kiskorú 6 és 4 éves gyermekükkel együtt. A buszon utazott a rokkant nyugdíjas sértett, aki korábban infarktuson esett át és csonkott végtagja miatt mankóval közlekedett. Az egyik busz megálló előtt a nő a sértetthez lépett, hangosan szidalmazni kezdte, majd miután a busz megállt, a buszról az idős férfit lelökte, majd utána ment. A busz megállóban ezt követően a férfit többször meglökte, a kerítésnek nyomta, és megpróbálta a nála lévő pénztárcát elvenni. Ez először sikerült is neki, azonban a férfi visszaszerezte ezt, ekkor egy dulakodás alakult ki közöttük. A bántalmazásba bekapcsolódott a nő élettársa is, a gyerekeket pedig a buszon hagyták. A járművezető becsukta az ajtókat és indult volna tovább, ám az utasok figyelmeztették, hogy a kicsik a buszon maradtak. Ekkor a sofőr megállt, kinyitotta az ajtókat, majd a vádlottak visszaszálltak a buszra. Az elkövetőket hamar elfogták, cselekményük a rablás minősített esetének, valamint a kiskorú veszélyeztetés büntetének megállapítására alkalmas. Tettükért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Fadon 17 család vonult önkéntes karanténba, 300 ember ellátásáról gondoskodik a település. Piac helyett
Szekszárd 40 pontján árulhatnak majd a helyi termelők. A mezőgazdaságnak is árt a koronavírus, a növényvédőszerek egyik fő forrása eddig Kína volt. Digitális oktatás, nem csak a szülőknek, hanem a tanároknak is nehéz a távoktatás. Csütörtökön túlnyomóan derült, tavaszias idő ígérkezik, csapadékra sehol nem kell számítani, napközben akár 12 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!